Így kezdődött, hogy örököltem édesanyámtól egy cserépfalvi kötetet, amely Kosztolányi verseit tartalmazta. Ő leánykorában valamelyik udvarlójától kapta, és dedikálva volt az ő részére. És én ezt a kötetet lapozgatva egy-egy azonosságot fedeztem föl a akkori fiatal énem és a versek tartalma között. Így volt a lámpagyújtó énekel, mert amikor a műegyetemre jártam, és estente távoztam el a műegyetemről, akkor láttam a lámpagyújtót megjelenni, és a lámpákat fölgyújtani, gázégők voltak egy kis kampósbottyával, igazgatta azt, és volt úgy, hogy hajnalig bent kellett maradni, tanulni, vizsgákra készülni, akkor reggel is találkoztam vele, amikor ugyanazzal a kampósbottal lefelé igazította a gázlámpák égőjét. Ez egy személyes élmény. A Lánclánc, Eszterlánc az a legelső Kosztolányi megzenésítésem. Az a motivum, amelyet ismerünk gyerekkorunkból, a gyerekdalokból, ezt írta, szövegezte meg Kosztolányi is, és valahogy adott volt, hogy fölhangozzon a Lánclánc, Eszterláncnak a dallama is, és ezt mi énekelve elénekeljük az egész verset. Hát ez már olyan világzenei csíra kezdeményezésnek is fölfogható volt. Mindenesetre 71-ben már énekelte a Kaláka a Vízivárosi Pinceklubban. Még egy-két személyes dolog elhangzik, például az Ódon Ó Német cifra óra, amely a családi zsebóra gyűjteményről szól részben, de hát a versben megénekli a generációk múlását, a jelent, amelyet az Ódon Ó Német cifra óra mind végigkísér, és esetleg még a jövőbe is bepillantást enged, és közben folyamatosan jár, zakatol, gyönyörű dallamot is játszva mellé. Negyedkor, félkor, háromnegyedkor és egész órakor.